Strasbourgba lesz a franciáknak ugye ugyanilyen rendezvény. Then we take a short break from events, és utána egy kis pihenőt vesznek ugye ezekből a rendezvényekből. And then October the 1st is going to be a huge event in Tokyo, Japan. És utána október 1-én Tokióban, Japánban egy nagyon nagy... Here's one. Okay, you can sit down. Yeah. Akkor kezdeni. Itt van-e a kriptoműk? Nevezető felhasználó. Nincs? Olyan sem? Jó, kint tovább. Barra alp. Tudjátok mi? Lehet, hogy ez egyszerűbb lesz úgy, hogy azok... és a Norbinak a csapatjából származik, vagy tartozik. Úgyhogy tőlük szeretnék megkérni egy pár gondolatot erről a mai világról és a nézőről, egy 10-10 percre, úgyhogy a hölgyeké az elsőség, úgyhogy szeretném megkérni ide a podium, és egy területen dolgozom. Ez a terület pedig arról szól, ami kicsit társszakmája a Daisynek. Mégpedig azzal foglalkozom, hogy hogyan tanul az agy, és hogyha van egy gyerek, aki okos és értelmes, és mégsem olyanok a tanulmányi eredményei, mint amilyennek kellene lenni, akkor azt keresem és mutatom, és ezen a területen alkottam teljesen új dolgokat, hogy mit kell ahhoz tennünk, hogy az információk pontosak és jók legyenek. És ha meggondoljuk, amit a Daisy erről szól, hogy a Daisy EI, az arról szól, hogy milyen adatokat kell ahhoz begyűjtenünk, milyen adattal, hogyan fújta a pengőt az utcán a szél, és hogy kijöttek a gyárból, és megkapták a fizetést, hogyan értékelt el, és nem tudtak rajta semmit sem venni. Azon gondolkodtam, hogy mit tudnék azért tenni, hogy a saját és a családom pénzét valahogyan értékmegőrzéssel egy kicsikét biztonságba helyezzem. És korábban is figyeltem már a kriptovilágról szóló híreket, de csak ilyen meghallgattam. Láttam azt, hogy vannak nagyon pozitív, és láttam azt, hogy vannak nagyon negatív vélemények. És ahogy hallották Nagy Norbitól az elején, minden új dolog átmegy egy bizonyos fázison, ezen saját magam és a saját szakmámba is átmentem. Voltam üldözött, voltam elfogadott, most már követett leszek, lassan. És gondoltam magamban, hogy ha valamit ennyire nagyon tiltani akarnak, vagy ennyire nagyon rossz hírek vannak róla, a másik oldalon meg nagyon jók, akkor egy kicsit próbáljuk meg utána járni. Norbit nagyon-nagyon régóta ismerem. Igaz, hogy nem tudtam róla, hogy közgazdász. Igaz, hogy nem tudtam róla, hogy kriptoszakértő. És igaz, hogy nem tudtam azt, hogy mennyi minden fogok tőle tanulni. Bennünket a éneknek a bűvölete kötött össze valamikor. Én ebből írtam az államvizsga dolgozatomat, akkor még nem volt ismerős, nem volt felfedezve az egész génállomány. Mint látják, ő jóval fiatalabb nálam, de imádott a területen tud fantasztikus dolgokat alkotni a többiekkel. De azt már sejtettem, hogy a startup finanszírozásban ő részt vett, mert ezt tudtam róla, de hogy tanult is ilyen dolgokat, és ennyire profi, az számomra is meglepetés volt. Szóval fölhívtam a Norbit, illetve írtam neki egy e-mailt, hogy kriptovilágról olvastam ezt, azt, hallottam ezt, azt, van-e ezzel kapcsolatosan tapasztalata. Abban egy olyan beszélgetés lett, amit amíg élek nem fogom elfelejteni, és ennek a beszélgetésnek egy pár momentumát hallhatták az előbb élőbe tőle, csak akkor nem volt ott az Ibiza, és nem érintette le.
mondtam, hogy még szeretett volna. Ha most a Norbi kapott volna még több időt, akkor most is tátott szájam, és fantasztikus odaadással hallgatnám, mert amit látok rajta, és amit mind ebben az időben, amit 2020 decemberben óta kaptam tőle, az a teljesen higgadt, nyugodt tényeken, adatokon alapuló valódi információ. És mint ahogy az én szakmámban, ha a gyereknek az ad, ha ezen segítek, akkor a gyerek megkapja a segítséget és szárja. Ha valakitől pontos, korrekt, jó információkat kapunk, akkor az alapján tudjuk mi is. De találtam magamnak egy mentort, akit úgy hívnak, hogy Lanta Kivica. Őt hallgatom, őt követem, és ővele kapcsolódtam, barátságba kerültünk, és nagyon-nagyon jól tudom dolgokat megbeszélni. Mint hogy nem voltam covidos, nem volt, hogy én időm, én sokkal kevesebb videót tudtam ott rögtön ízibe megnézni, ilyen vértemelített mozi utatósokkal hoztak adni. Tehát a tanulással foglalkozom, azzal foglalkozom javaslít, hogy hogyan tanul az agy. A kriptóval kapcsolatosan elkezdtem tanulni Kivica videóimból, és van olyan szerencsém, hogy ugyan igyekszem nem visszajönni vele, de bármikor felhívhatom a Norbit, és bármikor azt mondhatom neki, hogy Norbi, légy szíves, ezt és ezt a kifejezést, ezt fordítsd le nekem, mert ezt nem értem. És ő mindig borzasztóan türelmesen és borzasztóan leegyszerűsítve elmondja mindazokat a dolgokat, amiből most is hallottam itt egy-két kifejezést, ami neki így jön, ilyen lazán. Mi meg csak itt látom szájjal nézünk, hogy úristen, hogy ért hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy a mai nap azt láttuk, hogy ilyen két ember van itt előttünk, akik a kriptóval nekünk tudnak segíteni magyarul, magyar nyelven gondolkodásban. És utána láttuk a három Jeremy Edward írját, egyre szükségem, mert én ővelük hármójukban bízom, én hiszek bennük, és nem hiszek nekik. És a kettő között óriási nagy a különbség.